úgyhogy következzen a megnyitó intellektuális része, bemutatom nagy Zofánt, és megkérem, hogy tudjál beérteni. Fénytörékeny tevékenységek. Gondolatok befejező Krámanika és Kecskés Péter, processzív kiállítással. A fény nem magyarázza az embert. Ember nem magyarázza a fény. Határőrző. Természetesen itt nem magyarázásról lesz szó. Mindinkább következetes alkotói folyamatokról és sajátos gondolkodásmódokról beszélhetünk. Fénytevékeny töredékek, belső fényrétegek, maszkok, énkép változatok. Önökhöz most egy felhő beszél. A felhő köztes létállapot. Finnyát engedő, elnyerő, átszűrő formula. Képlékeny, lirikusan szabad. Változékony, átalakuló, rétegző, duzzadó, egyben elpárolgó, szertefosztó gondolat. Ezért a felhőt, kiváltképpen a belsőt bemutatni, érzéseit feltárni, definálni igencsak merész feladat. Mert ő olyan könnyed játékos, oly ismeretetlen, komor, gomolyag egyben, vagy átvetsző azul. Abszurd, amorf és asztrális gondolat. Magasság, mélység, éteri, önszobrásza. A belső felhő a személyes, a fényekkel átitatott, most tovább szűri felénk változatos páratartalmat. A fényhomályt képző felhők nyomában, az agyban, a tudattalan pánikszobákban, a gyomorzsákban, a lelki élés és sötét kamrákban, a habitusban, a fejcsapdákban, a bizsergető, borzongató éncsapdákban. Fulzáló lappangú felhők mögöttes fényei. Mindhárom alkotó munkássága igen változott. Szellemi hátterekben is gazdag, tudatos építkezések. Ezen kiállítás speciális trilógia, illetve szenzibilis háromszög párbeszéd. Detvei Jenő jelenleg kiállított alkotásai Július Gyula kisfilmének ütletéséből filmkockáinak tovább gondolásából születtek. Jelen is. És megnyíltak az óriási gáztűzhelylap, tájakon túli pusztába, megperzselődött, kiégett világba vetülő, körkörös, gabonaköröket is megidéző lenyomatai. Karcolt negatívok, kreatív, zsigeri és szférikus aberrációk, energetika búzok, objekt ikonográfiák. Rómezüstben, vélluksóban ázó, spirálisan is merülő félálmok és éber eszenciák. Magzati, szubjektív és szerves csodák, tengeri csillagokkal, kráterekkel, ősmagokkal szeretkező mandrák. Gábor Enikő színző rejképeivel azt is vizsgálja, hogy az archaikus technikákat megidéző mában az alkotások hogyan manifesztálódhatnak az esetleges digitális környezetben. Az ő szavaival élve, érvényesülhet-e a közvetlen fényformálás eszköze ott, ahol az információ bináris kódja kerül kép és valóság közé? Ám mi is az, hogy valóság, kérdezhetünk. A színzőlejek, mint digitális hibák jelennek meg a szkenner fényének követése által a hétköznapi tárgyakon. Az idő és a mozgás fázisai érzékelhetőek, de a fény sokféleségéhez, állandóságához képest mellékesnek mondható az idő és a technika problematikája. Oly távolságtartóan vagyunk közel, hogy a valóság már láthatatlan. Kecskés Péter emblematikus, akár fiktív szertartásokat is idéző, több rétegű nyomatai, egyféle reminiszenciák, letűnt korok vagy életképek egymásra vetítése, szimultán létterekbe ágyazása, visszafordítása. A folyamatosan többdimenziós jelenési világokban a misztikusan játékos jelenetek, sejtések, bizonytalansága vibrál. Metamorfózis.
Igen, a folyamatos metamorfózis, a megfoghatatlan és a látszólagos káosz tovább alkotja önmagát. Videó munkájának részleteiből spiritusszal, alkímiai fájlatokkal elett vérfoltok, cseppek, roncsolt szövetek, fragmentumok fixálódnak. Szorongások, arc- és kézgyűlődések, mögötti felmutatások. Átváltozás, átváltozás, átváltozás. A fotográfia főként kötöttségei szabadsága miatt egyféle rokonságot mutat a haikuval. Az abszurd látásmód egy példájaként a célpont, a tárgy, a téma, a néző és az alkotó, illetve a befogadó aspektusából is álljon itt egy kiemelt haiku. Látásom éles. Fehér kócsak hómezőn. Szemét kilőtték. Most egy bizonyos felhő résén hát, miként egy égi szivacsos, plazmaszerű lyukkamerán, táguló szűkülő kamera obszkúra nyílásán át látni, amint jönnek, áramlanak, körénk gyűlnek, pulzálva ránk fénylenek, jönnek és jönnek, fényévekkel önmaguk belátásán kívül és belül, jönnek a fényművelők, a heliográfiától a xeroxon át, az elektrográfiáig, a polaroidtól a digitális fotogramig, jönnek, jönnek a fénysebészek, a fényfestők, a fénynyelő fénylények, a fényművők, a fénykezű óriások, jönnek a fénytestű fényglóriások, a fényteleportálók, a fényszerelők, a fénykereskedők, jönnek a fénytechnikusok, a fénysportolók, a fénymunkások, a fényszurkolók, jönnek a fénybiológusok, a fényátültetők, a fénytudósok, a fénymágusok, a fényárusok, jönnek a fényszinikusok, a fénypszichikusok, jönnek a fényszennyeződést vizsgáló fénydetektorok, és jönnek a fényre értés elkerülése véget, éjszakánként is jönnek, élente is jönnek, és jönnek a fénytársítók, a fénykeresztező fénymásítók, a fényeket más fényekkel is fényezők. Ám jönnek az árnyékvetők is, és az árnyékvetők. Jönnek valangárnyjátékosok, jönnek a sziluett élezők. Jönnek a fénykövető fénykövetek. Jönnek a fényszeműek, jönnek a fényéhesek, jönnek a fényidegenek. És nem utolsó sorban a fényháborodottak, a fénycsonkítottak, a fényre sikerültek, jönnek a bel- és felfényesültek, jönnek, jönnek a szentek. Jelen is. A tovább projektáló szellemiek áttűnésekkel közlekednek. Metaterekben szádosnak a szárnyal verdeső lények, akik szintén a hártya vékony légkör fogjai. A lapos körmű tollatlan kétlábú felszárnyozása egyféle metafizikai rangra emelés is lehetne. Az angeloszok világa némi átfedéssel szubtranszcendens mindenség. Az istenség és az emberi közép ékelődve. Ávilai Szent Teréz az isteni lesugárzás kegyelmének receptákuluma, öncsanyargatással tette magát alkalmassá. Bingeni Szent Hildegárd víziók által ütött el a fénytartomány forrásához. A fénylés, amely feltetszik, nem körülhatárolt a térben, de káprázatosabb, mint a levegő ragyogása a nap körül. A neve is megmondatott, élőfény árnyéka, umbra viventis luminis. Jelenés. A kamragramokból, a fotogram kaptárból és a különféle faktúrákból alkotott macskabölcsőből, atavisztikus arcok, embrionális formulák, holdbéli felületek, ködleheletek, csillagképebek ébredeznek. Fényérzékenyített anyagok mozognak, merített papír, marhabőr, siklóbőr, papírusz, denevérszárn, kőhal, szaruhártya, vékonybél. Fénytalpak lépése szűrődik a kamera reluxa képzelt szerkezetének tereiből. Egy ötlet, egy villanás, tintaként, trancsírozott rovarként kenődik a lencsére. Vegyszerek mormogása, hangok monokróm indái. Hálószerkezetek, elsüllyedt világok mikroorganikus tömörülése. Oldódások, feltárásfázisok. Haltetemek, csigolyák, korpuszvizsgálatok, leletek. Leila szemérem testére óriási légy tapad. Óriási légy. Ha
hajszálak, mint fénypengével fölszabdalt könyvsűrítmények, bőrvaratok, erezetek, pólusok, rejtőzködő légzések. Agyvilegminták, csipetnyi meteor és álompor. És valamiféle állandó nyugtalanság, nyugtalan állandóság, valamiféle nyugtalan állandóság rezonál. Öröklét törmelék a füstkvarcosan csillámló, metafizikusan fénytört szem bogarában. Önökhöz továbbra is egy felhő veszken. A fény mágiája örök örvényű folyamat. A kiállítás megint. Megköszönöm a három művésznek, hogy elhozták a műveit, és hát közben látom, hogy egy momentum közben szól, és hát köszönöm, adjunk ennek teret. A három művész közös alkotását fogok a és én is megköszönöm a munkájukat, mert ők hárman. Ez a fajta angeszter, igen.